őseink féküldöztek Varsóra. Pontosan nem tudom, hogy mikor, de száz évinéte. És úgy maradtak itt az emberek. Isten őrözzön villámcsapást, rossz időt, vadaktól. Úgy es van, de szeres, megszoktuk. Azt hiszük, hogy nincsen jobb munkahely, vagy könnyebb. Aki fél a víztől, nem eszik halat. Mi járdokol, tai táska, találti 13 éves van. Szemétszedés közben. Mennyi fáj és tél megmentett múl mindig. Oh. Megbizok. Hávagy légyek van. Ahogy egykor Tamási Áron ábelje a rengetegben, úgy ma is élnek pásztorok Erdély hegyei közt. Mit üzen nekünk ez az ősi foglalkozás a 21. században? Oroszhegyen keresem a választ, ahol én is munkába állok, Nagy Márton juhász mellett. Adjon Isten! Adjon Isten! Jöttem munkára jelentkezni. Itt jó van. Helyen járok. Van, bőven. Örülök, Mező Misi. Nagy Atyáka vagyok. Nagy Márton. Nagy Márton. Hogy szólíthatlak? Marci? Marci is, Márton. Marci. Nekem minden. Jó Marci, van. Üszöpő. Na, deréklegény vagyok? Ahhoz lévő. Igen. Körülmények egész nap dolgozni fogunk. Igen, itt egyebet nem kell csinálni, semmit, csak amit van. De megmondom őszintén, azt hittem, hogy egy pásztor az rengeteget unatkozik. Jó! Na, hát abszolút nem unatkozik, nem unalmas az életünk. Nem, kicsit sem. Nem. Itt két formában dicsérjük az Isten. Na. Jó formában és meg rosszban. Sokszor még rosszban is. Sokszor rosszban. Nem szabadna, de van mikor megtörténik. Meg igen? Van. Hát persze. Aha. Kapsz egy pászát. Jó. Tehát neked is adtam. És ezt azért, hogy majd, ha szükség lesz, bár ne legyen szükség, akkor ezzel adjak a medvének? Vagy ez csak vagy ha olyan munkát adná, hogy már alig bírok menni, akkor legyen... Véd meg magadat vele. Jó. Mert ez nekünk sokszor elég kerül lesz. Igen? Hát persze. Na jó. Ked a felmenőjét között nem nincsenek pásztorok? Vagy te nem ebbe születtél bele? Én ebbe születtem, mert ingyömet. Én 6 éves koromban elmentem Eszterengát hajtani, az azt jelenti, hogy mikor fejtjék a jókot, hajtottam a fejülikra. Ez az egyszerűség mire tanítja meg az embert, amikben mondjuk éltek? Kezdjük, végezzük, mint a veres kapas beszédbe. Kezdjük, s végezzük. Majd már menjetek, a Jóisten segíjön meg. Köszönöm. Vigyázzatok a nyájra. Há, igen. Időd, mint a tenger. Ja, hát itt van idő gondolkozni, és van itt idő énekelni, és van itt idő sírni, és itt mindenre van idő. Ott utaltak a jókban, kérbe, medveit ügyesen jött be, hogy ne hallják a kutyák, hogy ott a lapiba az öreg a lába itt be, futamodott, megszökött általak érte. 3-4-szeres. Aztán lemondattuk róla. Te ezek bántanak? Ne.
te parancsolsz. Egyebetes kibírnálak a az énekelésedön kívül. Kibírna. Jaj. Azt mondd meg nekem, hogy mi a nyakába ez a cső? Kolonc. De ez miért kell? Ez azért van, hogy ne tudjon futni az őzek után, a sanyúlak után. Ja, értem, mert üti a lábát. Üti a lábát, igen. Aha. És hány kutyád van? 13. Az egyik legfontosabb. Hagyj, gyere. A kutya nem? Egy ilyen nyáj mellett, meg egy pásztor életében, nem? Hát meghosszabbítja a kezedet. Hát igen, mert ők támadnak, hát ők a minden nekünk. Ezek a hát nem lennének, akkor mi se volnunk itt. Szevasztok. Láttad ott a szeme fölött egy nagy kullancs? Ott jobb helyet van, mi az enyém bevonnak. Igen? Hát nem kell kiszedni? Attól melyen a másik. És itt kecskék is vannak, nem? Kevés. Nehéz szakma ez, Levente? Hát, kicsit igen. Igen? És mi a nehézsége ennek? A legnagyobb nehézsége a vadállatok. Vadállatok. Nem fárasztó? Hát, nem. Távolról nagyon szép, közelről kicsit nehéz. Mikor, hogy? Mi a szépség ennek a szakmának? A szabadság. Nincs. A pásztor a Biblia gyakori szereplője. Pásztor volt a zsidók legnagyobb királya, Dávid is. A zsoltárok pásztorként hivatkoznak a Teremtő Úrra. Keresztelő Szent János pedig Isten bárányaként mutatja be a megváltót. De miért tekint magára Jézus is jó pásztorként? Hogy megtudjam, Bőte Csaba atyával találkozom, aki gyermekeket fogad be magához erdészerte. Ő maga is pásztor, aki megnyitja otthonát. Csaba testvér, mindannyian egy nagy nyáj részesei vagyunk. Milyen a jó lelki pásztor? Azt gondolom, a mai világ egyik legnagyobb problémája az, hogy individuális, hogy mindenki csak saját magával foglalkozik. Hogy áll a hajam, ruhám, stb. A pásztor az, aki úgy gondolja, hogy az a másik fontosabb, mint ő. Aki figyel rá, törődik vele. És azt gondolom, hogy tényleg szükségünk van olyan mesterekre, pedagógusokra, pásztorokra, akik megfogják a kezünket, akik bíztatnak, bátorítanak, lelkesítenek, mondjam, mellénk állnak. Jézus magát is jó pásztornak nevezte, és arra bíztat bennünket, hogy mindenki a maga szintjén legyen pásztor. Hát adná az Isten, hogy tényleg mind jó pásztorok legyünk. Te milyen pásztornak tartod magad? Meg vagy elégedve? Egy őszinte ember, a sosincs megelégedve önmagával, törekszek. És igazából, tehát ez a törődöm veletek. Sokan nem értik, hogy például a legtöbb házunknál vannak lovak, tyúkok, nyuszik, hogy miért kell. Mondom a gyermekvédelmi szakszolgálatnak, hogy ez a pedagógiai segédeszköz. Ezek a gyerekek azon cserépvirágon, azon a kis nyuszin, tanulják meg, hogy mit jelent gondoskodni, törődni, hát jó pásztornak lenni. És akkor remélem, hogy amikor majd nekik is lesz családjuk, akkor saját gyermekükről, feleségükről, környezetükről tudnak gondoskodni. Fontos, hogy a környezetünkbe időt, energiát, szeretetet fektessünk. És igazából ez a jó pásztornak a jellemző tulajdonsága. Az ókori Közel-Keleten a földművelés mellett a pásztorkodás adott megélhetést a legtöbb embernek. Különös tisztelet övezte akkoriban ezt a foglalkozást. De mikor jelentek meg az első pásztorok az emberiség történetében? És milyen élete volt egy pásztornak az Ó és Új Szövetség idején? Páncél Szilamér, a Maros megyei múzeum osztályvezető régésze mesél nekem erről. Ha csak a Bibliát, mint történelmi forrást vizsgáljuk, akkor
ugyebár Ádám és Éva fia, Ábel is már pásztor volt, és tele van az Ótestamentum, mondjuk pásztor hősökkel, legyen az Mózes, legyen az Ábrahám, de talán azt lehetne mondani, hogy Dávid volt az a pásztor legény, aki a legnagyobb karriert futotta be az Ótestamentumban. Ő volt a sztár. Ő volt a sztár, igen. Hogy éltek a pásztorok Jézus korában? Nyilván Izrael területe, az ókorban sem bővelkedett gazdag termőföldekben, úgyhogy nyilván ez a nomadizáló pásztorkodás volt az egyik, mondjuk így, működő gazdasági modell. Ha például itt Erdélyben sétálunk, akkor itt is például az a transzhumáló pásztorkodás, ez mind a mai napig működik, vagyis nyáron fenn a hegyi legelőkön tudják az állatokat ellátni, míg télen lehúzódnak a völgyekbe, ahol valószínűleg akkor jobbak a körülmények. Megbecsült szakma volt a pásztor, vagy így? Igen. Tehát hogy nyilván egy fontos, mondjuk így ágazata volt a gazdaságnak az egész római birodalomba, de hát nyilván a közel-keleten ez azért meghatározó eleme lehetett, és ebből kifolyólag a pásztoroknak egy, mondjuk így, hát egy magasabb társadalmi státusa is volt. Jó ember, mi a feladat? Mindjárt meglátod, ne törődj. Csak ne panaszkodj. Mikor egy nyár eltelik itt velem, még azt is megbánod, hogy világra jött. Megszülettél. Annyira kemény ember vagy? Így ki leszél csontóval. Lekacok. Állok elébe. Állj ott meg tovább, Jene. Álljak itt meg? Tovább, ne itt. Menjek tovább? Hát persze. Add ki az úkást! Menj előre! Hát ennyi munkával a vacsorát se érdemlem. Menj előre, ott ne! Lássák a jók, hogy merre ment, mi ez? Jó, hogy én utánam jönnek? Az utánad mennek, csak a reszkőt. Na gyertek! Lassan mennem a vásárra, megyünk. Ma még enni is kéne az állatnak. Bátyám, fölvezetjük? Nem vezessük, mert nem vakok. Hey! Álljál egyben, ne, mindjárt mennek én mellette. Álljak elé? Hát persze. Úgy, most látszik, hogy valami formát kezd lenni. Ne engedd el előre! Hát ezek hova szaladnak? Hát fussa! Te! Ej, te! Tovább. Hát ezek, birkák. Hasonlítnak rád. Gyere! Na jó helyre tereltem őket. Jó helyre. Wait! A füttyel a kutyának jelzel, vagy a juhoknak? Juhoknak. Wait! Kiáltás azért van, hogy hallják, hogy itt vagyok. Te is kiáltsám, azt hiszik, hogy... Hey! Ennyi az egész. Így. Énekelj már nekem valamit. Te vagy az énekös, én csak fűtyölős vagyok. Volt majd, hogy azt mondod, hogy abba hagyom ezt az egészet, elmegyek. Volt olyan. Akkor volt olyan, amikor nem kapunk embert. Mikor ott van 7-800-900 darab állat, hárman, azokon nem tudunk. Kér legalább maximum 2 ember. És nem az lenne a megoldás, hogyha kevesebb állat lenne, és akkor hárman el tudnátok végezni? Ha lúd legyen kövér. Ezt szeretem. S ha nem tedd le a kalapot, akaszd fel a szegre, és annyi az egész. Isten veled, búzsesztenó! Pesti vagyok, megyek haza. Itt hagyom a lábam nyomát. Tovább nem mondom.
Éjfél után kettőt ütött az óra. Éjfél után kettőt ütött az óra. Vigyarogni fári alapjénnek. Ilyenkor örülünk, hogy a fenyőfát is leszik. Semmi kárt nem csinál. Azért, mert alulról megmátsz is, mert jobban félfelé. Nem mászott fel a hegyibe, hogyha a hegyit rágta volna le, akkor kár. Akkor minden okkal történik, én. És mindennek haszna van. Olyan kár nincsen, hogy haszna ne legyen. Ezért ez mozgalmas. Sportos. Ezért vagy ilyen karcsú? Hát körülbelül, hogy az mi. Nem ártalan neked is, és megköszönni az asszony. Igen? Igen. Van pár kiló fölös? Nekem nem fölösleges, neked. Neked? Mi a élni? Mintha ilyen. Légy a követ, nem muszáj félbe anya azt. Csak én így csináltam régen. Hát mit csinálsz? Ó, kétszer. Közben megharap? Nem baj. Nem baj? Tanítsa, hogy menj közelebb, ne unjad a lépjének. Már úgy ügyes, hát a drága ügyes. Új bogancs, mikor szakad? Hova tolhatom? Oda béni, ott meglátod, a szagra vész, megkapod a helyet. Jó. Ügyes! Az akol ajtajában érthetővé válik, mit jelentenek János evangéliumában Jézus szavai. Bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a juhak ajtaja. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik. Az bejár és kijár, és legelőre talál. Milyen állatra szoktatok csengőzni? Mindenre. Mindenre, tehát... Szóval disznyóra nem. Disznyóra nem, az nem érdemli meg. De lóra, jókra, tányökre... Bárányra, melyik bárányokra, inkább... Bárányokra, persze. Inkább kecskére. Kecskére. Persze, mindenre. Hát az összetartsa a nyájat, a lantok összetartsák a nyájakot, vagy ha valamelyik elkóború valamelyre elszökik jobb helyre, akkor hallod. Akkor lehet hallani, hogy no, az ott van. Mint korabeli? Igen, Jézus. Tehát ezek nagyjából második, harmadik századi leletek, és itt Erdélyben, Mikházán kerültek elő, és a Maros megyei múzeumnak a gyűjteményébe került. És hát olyan tárgyakat hoztam, ami valamilyen módon a pásztorkodáshoz köthető. És hát az edényt úgy hívják, hogy mortárium. És hát igazából magyarul ez dörstálnak fordítják, és akkor az, hogy a friss sajtot ebben passzírozták szét, ahhoz kevertek zöldfűszereket, fokhagymát, hagymát, és hát egy kicsi olajat. Magát ezt a sajtkrémet is erről a mortáriumról nevezték el, morétum a neve. És te ezt megcsináltad, amit itt felvezettél? Igen, 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 ez a morétum, ezt meg is lehet kóstolni. Ezt kenni kell, ugye? Kenni kell, mártani kell, ahogy jól esik. Ez jó sajt, vagy milyen? Igen, ez sós jó sajt. Menta van benne, bazsalikon van benne, most ebben rozmaring is van. Na, frisses jellege van. Miket esznek ma a pásztorok? Nem látnak? Ez esztenában orda, zsendice, sajt, túró. Ez mind értel. Dicsekedtél, mikor idejöttem, hogy ti soha nem vagytok betegek. Te se vagy beteg. Hát, elkerült téged a betegség. Esztenában biztos, hogy nem voltunk beteg. Köze van ahhoz, hogy mit esztek? Biztos. A levegő, a víz, az étel. Ez a három. 100%-os. Ez tanúsítani. Megkóstolom, köszönöm. Nem lekvár, hogy kóstolgass. Megiszom. Na jöjjön, uram, fejni. Mit kell? Egyik kezemmel megfogom a bárány? Na, a tőgyi. Kihúzzuk. Fogd meg jól a jót, mert elfúg. Azt a mindenit. Mutassa meg nekem, hogy jön abból valami. Hát ez el is szalad. A kutya fáját. Aha. Ha, ezt hallgass meg, ember. Hát itt nem hallasz ilyet, Marci. Há, hogy pedig annak is van. Igen?
Hányan? Aha. No. Jött. Hallod? Reggelidőt legalább fej ki. Hallod? Figyelj, Marci. Jön. Na jó, ma... Hallgasd. Figyeld. Tényleg suppantod, hé. Tudok fejni. Munkájuk a legtöbbünk számára észrevétlen maradt, pedig gyapjú ruháinkat, asztalunkon a tejet, a túrót, a vajat és a sajtot is nekik köszönhetjük. Szent György napján indulnak útnak a nyájjal. Ilyenkor értük imádkozik az egész közösség. Kell egy kicsit tejet nekem. Báránnak adjak egy kicsit tejet. Meg kell etetni? Meg ott van egy szomorú, ne látod-e? Nem olyan... A kis, a fekete lábú? Igen. És az ilyenkor nem akarod szopni? Furán ugat. A lássa, hogy nagy a hajad, azt ugass. Igen? Copi. Copi. Nem lesz egyszerű, Marci. Hát azért vagy itt, hogy segít. Ez mondjuk igaz. Na látom. Valamennyit megjelent. Elég? Az elég. A kérdés csak az, tudunk-e Jézus nyájához tartozni? Tudunk-e magunk is pásztorrá válni azok között, akiket ránk bíztak? Családunkban, közösségeinkben, hivatásunkban. Ugye Jézus magáról azt mondja, hogy ő a jó pásztor. És elmondja, hogy hát vannak béresek is. És a kettő közt mi a különbség? Hát a jó pásztor, aki életét adja övéért. Hát a béres az, aki nézi, hogy megéri ezt a juhot tartani, vagy levágjuk, vagy érdekek. Nem tudom. Igen, érdekek. És azt gondolom, az evangélium, Szentírás bennünket arra bíztat, hogy egymást ne kihasználjuk, ne leigázzuk, ne a hasznot nézzük a másikból, hanem hogy javára váljunk a társunknak. Hát ennél szebben, hogy a jó pásztor életét adja övéért, hát ennél szebbet én nem is tudom. Ahhoz, hogy jó pásztor legyen valaki, az együtt kell, hogy működjön a nyájjal. És tényleg például Székelyföldön nagyon sokszor láttam, hogy mennyire figyelnek, füttyent a pásztor, vagy kutya elugatja magát, és a juhok tényleg figyelnek rá, mert bíznak benne, mert tudja, hogy ez jó legelőre víz, finom forrás vízhez vezet, és bízik benne. Oda csak tedd le. Fogja le azt a lovat, enged el a hamat. És ezt a lovat. Isten, te fejed lesz. Yeah! Aha, és oda vette. Nem szabad sokat beszélgetni, mert megtelik a szád szőre. Szüleid mit szóltak, hogy ilyen korán lettél pásztor? Jaj, ahhoz. Hát tiltották eleinte. Tiltották? Hogy... Lehetne valami egyebetes tanulni, de hát olyan voltam, mint az elefán. Az milyen? Nehezen tanulsz, könnyen felejt. Mit szerettek volna, hogy mi legyél? Mit tudom, valami egyéb. Ecsi pásztor, ne! Te hogy gondolod, Levente fiad viszi tovább ezt a mesterséget? Hát ő szeretné vinni, csak ő nem ebben olyan
egészségileg, születésileg, minden formában. A kedvit nem akarom elvenni, mert nem veszem el a kedvit, de én ma így esünk. Hué, lassa, hué, hué, lassa, hué. Lányod szokott kijárni? Rendszeresen. Milyen nagyapának lenni? A jóisten azt adja, hogy ér meg teljes, akkor megtudod. Jó érzés. Olyan jó érzés, hallod-e, hogy annál ott veszed észre magadot, hogy élsz. Addig csak gürcöl az ember, gürcöl, fut, hamar, hogy legyen valami. De az onoka, amikor megvan, azt csak azt tudja elmagyarázni, akinek van ma. Úgy szereti itt lenni velünk, és miért szeressük, mikor itt van, mert tanítsuk. Az anyja is direkt engedi el, hogy szokja meg azt a keményebb életrendszert. Szigorú apa vagy? Hát, az voltam. Hát, ha egy részből nem is kellett volna annyira, de más részből nem bánom meg soha. Mert a gyermekeimet csak tisztességre tanítottam, munkára, és azon kívül, hogy pásztorok voltunk, vagy majorok voltunk, azon kívül mindent úgy megadtunk a gyermekeinknek, hogy mint aki milliárdos. Soha nem mondták a gyermekeim, hogy nem jól csináltam. Mert belé neveltem a munkába. Olyan nálunk nem volt, hogy ezt ő nem meri megcsinálni, vagy ezt ő nem tudja megcsinálni. Vagy ő ezt nem is akarja megcsinálni. Hát nálunk nem volt kérdés. Amit szeretnek a gyerekeid? Igen. Biztos, hogy igen. És veled, te jó apa voltál veled, hogy bántak a szüleid, édesapád? Nagyon szigorú. Csak itt van, voltam erős, mert ugye ő dolgozni járt, és akkor a gyermekek nem úgy voltak, hogy fiam otthon ülj le a tévéhez, nezzed, amíg én hazajövök a munkából. Ha nem volt ahogy új munka, hogy elvégezzük, vagy elvégeztük, és akkor mentünk valamire csavarogni, játszodni, hitvánkodni. És aztán mentünk az erdőbe, és mezőre, és disznyózni, és kótyázni, és amit a gyermek kitalál. Volt, hogy kezet emelt rád? Jó, nem kezet emelt. Úgy megrakott, mint a lova. Igen? Hú. De hát nem, az se bánom. De lehetett volna puhább es velem, és akkor mit lehet tudni, ha ugolnék most? Mindenkinek azt ajánlom egyszer, aki gyermeket szül, gyermeke van, hogy a gyermeket tanítsa meg rendre, fegyelemre és becsületre. És tanítsa meg dolgozni. Úgy él meg a mai világban. Ezelőtt is úgy éltek meg. És ezután is annélkül nem élnek meg. Hazugságból, lopásból, tiszteletlenségből nem élnek. És ne is éljen még a Jóisten is úgy adta. Köszönök mindent, Marci. Jóisten segíjön meg. Isten áldjon benneteket. Jó találkozást. Vigyázzál magadra. Györök emlék lesz. Jó Isten segíjön. Jó útot. Szervusz. Arra kell a falu felé menni, ne.
desire, your crazy breed. I hope you're not lonely without.